Igyekszik utolérni magát az elmúlt hónapok meccs nélkülisége után a Bátraszék felnőtt labdarúgó csapata. Nem mindegy, hogy miként sikerül ez. Szőcs Lázár irányításával bő fél év leforgás alatt megyei élcsapattá váltak, így a mérce, az a bizonyos léc magas. Szeretnék ott folytatni, ahol márciusban abba hagyták. A járványnak azért megjegyezendő, mindenképpen volt pozitív hatása a bátaszékek számára. A hosszú szünet alatt ugyanis felépültek rehabilitációjukból a kulcsembernek számító súlyos sérültek. Újra elfoglalja a helyét a védelem tengelyében Csalka Norbert, és visszatérhet mind a középpályán, vagy éppen elől kulcsembernek mi több vezéregyénységnek számító Faller András is. Ami a játékerőbeli változásokat illeti, hárman távoztak, igaz alacsonyabb osztályba, ám az öt új igazolás minőségének nevezhető. Bajáról ketten érkeztek, a támadójáték erősödhet velük. Baladin Dani az, azt mondom, hogy az bármelyik megyei csapat szívesen látná. Ez most ő már kezdő ember ebben a mi csapatunkban. Ő poszton játszik? Ő középpályán bárhol be lehet vetni. Az mellett nagyon harcos, gólérzékeny. Maximálisan elégedettek vagyunk vele, és szerény ember. Másik az Aladics, az meg a center poszton lehet rá számítani. Hát ő neki nagy lemaradása van, mert ő tavasszal került a Bajába, előtte Hajóson volt, és nem nagyon edzegetett. Most kijött az, hogy a kicsit megzuhant, keresi a góllövő cipőjét, de bízunk benne, tehát hasznára lesz a csapatnak. Minden bizonnyal a szekszárdi nevelésű DNS Gábor is, aki egyébként a megye egyes mezőny egyik legrutinosabb és legsokoldalúbb játékosának számít, aki a középpályán, a védekezésben és a támadásban egyaránt jeleskedik, aki Teverről igazolt Bátaszékre. Mint mondja, örömmel tölti el, hogy egy élcsapatban folytathatja pályafutását. Nagyon jó emberekből, nagyon jó játékosokból áll a bátaszéki keret. Úgy gondolom, hogy jól fogunk tudni szerepelni a bajnokságba, és hát részemről egyénileg is tényleg megtiszteltetés egy ilyen csapat része lenni. Jól végig dolgoztuk a felkészülést, sokan voltunk az edzéseken, jó volt a létszám, jó volt a hangulat is, igen, Lázi bácsi megteremtette azt a feltételt, hogy jó hangulatban is, és jó edzések legyenek. Szőcs Lázár védekező középpályásként szerepeltette DNS Gábort az eddigi meccseken. Most játszottunk a Tevel ellen kupamérkőzésen, ott is védekező középpályásként számolt velem a mester. Úgy gondolom, hogy ezen a poszton fogok játszani, amikor számol velem a mester. A Bonyhád, a Dombovár, a Tamási mellett ezt a bátaszéket is a dobogó várományosaként emlegetik edzői és szurkolói berkekben. Amilyen játékosokból áll a bátaszéki keret, úgy gondolom, hogy igen, egy domináns futball tudunk felvinni a pályára, és én úgy gondolom, hogy minden mérkőzésen győzelmi esélyeink lesznek a bajnokság során. Ezt elmondtam, hogy nem az a bajnok, aki megnyeri a mérkőzést, hanem az, aki segíti és tiszteli a társait. És ebbe az irányba nagyon sokat dolgozunk, hogy ez így legyen. Ez hozzájárult az elmúlt hétvégén lejátszott hazai idénynyitó, ezen ugyanis a bátaszék 2-0-ra nyert, a komoly erősítésen átment Gerjen ellen.